1990-ben épült ez a zöld-fehér épület, egészen idáig ez volt a Nyírlugosi Sportegyesület öltözője. Ez pedig már az a létesítmény, amely a jövőben helyet biztosít a város futballcsapatának és a sportolni vágyóknak. Az új központot ugyanis nem csak labdarúgók használhatják majd, lehetőség lesz benne szabadidős tevékenységek, így például többek között pingpong mérkőzések lebonyolítására is. Közel 3 évtizede egy 108-szoros magyar válogatott játékos is itt kezdte meg pályafutását, aki máig nagy motivációt jelent a nyírlugosi fiataloknak. Aki szereti a focit, aki egy kicsit úgy gondolja, hogy annak a szívébe az Ortván Zsuzsák Balázs, főleg sok magyarnak. És úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy itt Nyírlugoson nagyon sokan szeretnének tovább sportolni, főleg tömegsportba is, kellett az épület ahhoz, amelyben akár versenysport, akár tömegsportosok legyenek. Ahogy önök is látták, van benne egy hely, ahol pingpongozók tudnak lenni, van egy konditerem, egy belső konditerem, ahol erőnlétét, van öltöző a versenysportolóknak, a futballistáknak, és van öltöző a szabadidő sportot, vagy pihenést szolgálóknak. A közelmúltban 15 tornaterem újult meg a térség településein, további 2 megépült, emellett rekordtán pályákkal és 12 kondiparkkal bővült a sportolási lehetőség, hangsúlyozta Simon Miklós országgyűlési képviselő. Ilyen formán a paletta az igen széles, mint ahogy tetszettek hallani. Jó néhány beruházással sikerült a sportéletnek lendületet adni a térségünkben, és ennek úttörője Nyírlugos mindenképpen. Ezért örülök ennek az új 160 millió forintos edzőközpontnak és sportöltözőnek. A kormány 2010 óta nemzet stratégiai ágazatként tekint a sportra, így országszerte folyamatosak a fejlesztések mind a létesítmények, mind a képzés területén. A sportért felelős államtitkár arról beszélt, 2 éve egy egyedi kormánydöntés értelmében érkezett forrás Nyírlugosra, ahol egy hiánypótló beruházást sikerült ennek köszönhetően megvalósítani. Ezáltal a szabadidősportnak, az utánpótlás nevelésnek és az élsportot is tudjuk támogatni és kedvezünk ezeknek a területeknek. Úgyhogy, és nem utolsó sorban, ugye a pandémia időszaka is bizonyította azt, hogy egyetlen egy eszköz van a kezünkben, amellyel meg tudjuk őrizni és tartani az egészségünket, az pedig a sport. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon, minden gyermek, minden család, akár az idősebb korosztály is, és így az egészség megőrzés is nagyon fontos szerepet tud kapni. Nyírlugos önkormányzata pedig már újabb fejlesztéseket fogalmazott meg a komplexumban. A tervek szerint a közeljövőben új felületet kaphat a labdarúgópálya, megújulhat a játékteret körülvevő kerítés, és egy műfüves edzőpályát is kialakítanának. A nyírlugosi futballcsapat jelenleg a megyei másodosztályban szerepel, 2-3 éven belül azonban mindenképpen szintet lépne az együttes, ehhez is jó alapot adhatnak ezek a beruházások.